inspiráló az egész látványvilág. És inspirálónak nevezte a kastélyt és környezetét Somogyi Tóth Dániel, a debreceni Kodály Filharmonikusok karmestere, művészeti vezetője. A csütörtök délutáni helyszíni sajtótájékoztató mindez annak kapcsán hangzott el, hogy a zenekar jövő pénteken a kastély kertjében adja elő, augusztus 26-án még egyszer azt a koncertet, melyet a debreceni Virágkarnevál megnyitójára szántak. Az előadandó művek között Berlioz, Sosztakovics, Vivaldi, Debussy, Handel, Csajkovszki darabok mellett ismert filmzenék dallamai is felcsendülnek. Maga a koncert egy olyan műsor szerkezetet fog tartalmazni, ami egyrészt ehhez a millióhoz nagyon jól fog illeni, másrészt kifejezetten a közönség, a nagy számú közönség igényeit szeretnénk ezzel kielégíteni, ezzel a koncerttel. Az Erkel Ferenc Kft. Menedzsmentje úgy számol, a nyár közelgő végével egy új korszak kezdődhet. Ez valaminek a kezdete, a nyári évnek, évadnak a zárása lesz, de hosszú távon igenis nagyon komoly zenei életben gondolkodunk. Úgy tervezik, hosszabb távon nagy erőket mozgósítanak majd egy erős komoly zenei élet kialakításáért, melynek a kastély méltó színhelye lenne. A kastély üzemeltetési koncepciójának fontos része a kulturális programok szervezése. A kastély egykor nem csak a megyében, hanem országosan is számottevő kulturális hatással bírt, derült ki Görgényi Ernő szavaiból, aki nem titkolta, van törekvés a régi dicsőség feltámasztására. Fénykorában is a város kulturális életének egyik fő szervező ereje volt. Már az 1700-as években is jelentős kulturális események voltak a kastélyban, és a későbbiek során is jellemzőek voltak, akár a zenei programok, akár egyébként a színházi irodalmi programok a kastély falain belül. Sokáig ez egyedülálló volt a megyében, ami itt zajlott, de országosan is kiemelkedő volt. A hasonló nagyobb volumenű koncertek megrendezésének a kastély falai között egyenlőre vannak jól érzékelhető akadályai, hiszen az épület főszárnyában nincs olyan terem, mely erre alkalmas volna. A problémát a város vezetése a Cselédszárny, újabb nevén Vigadó szárnyránc felvarrásával szeretné orvosolni. Ott egy nagyobb volumenű átalakítással fesztiválszerű komoly zenei koncertek és más rendezvények helyét teremtenék meg.